A Családbarát Magyarország Központ által előírt pályázat keretein belül Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatala ismét megkapta a Családbarát munkahely címet. Az értékelés szempontja között olyan tényezők játszottak közre, mint hogy mekkora összegű béreket kapnak a dolgozók, hogy miként segítik a rugalmas munkavégzésüket, és hogy milyen plusz juttatásokat kaphatnak az alkalmazottak. Azért fontos ez munkáltatói oldalról, hiszen jól látható, hogy még a háború előtti időszakban a munkaerőhiány volt jellemző, és éppen ezért a jó szakembereket meg kell tudni tartani minden munkáltatónak, és meg is kell tudni szerezni. Tudja mindenki, hogy a közigazgatás az anyagi erőforrások tekintetében szűkös, viszont megvannak azok a lehetőségek, csak odafigyelés kell hozzá, és megfelelő szabályozás, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a pénzen kívül, a juttatásokon kívül kisebb odafigyeléssel vonzóbbá lehet tenni egy munkahelyet. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondja, arra például kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a hivatal dolgozói összhangot teremthessenek a munka és a magánélet között. Gyakorlatilag egy közösséget építünk, érezzék jól magukat a munkáján, érezzék jól magukat egymás társaságában, és hát természetesen ennek megvannak a különböző formái. Természetesen, ha öröm vagy bánat történik a családban, az is megfelelőképpen honorálva van, vagy elismerve van, és hát lényegében azt szeretnénk, hogy mindenki jó kedvel, jó hangulatba érkezne. A szekszárdi polgármesteri hivatal 2 évig használhatja a Családbarát munkahely címet.